Jó lehet, néhány éve még nem sokan tudták idehaza, hogy mi is az a Mátyász Korvinusz kollégium vagy az MCC, de már olyan preszt is szerzett magának az intézményrendszer, hogy éles versengés folyik azért, hogy bekerüljenek valamely képzésére programjába. Az intézmény biztosítja a kereteket, ugye, és a diákok pedig a babérokat, mint most is. Két vendégemnek hadd gratuláljak a sikereikhez, aztán majd azt is elmondják, hogy mihez is, és köszöntöm is a stúdióban Péter Ákost és Magyarik Sáska Attilát. Szervusztok! Szervusz. Szervusz. Lássuk, hogy, uh, srácok, miért vettetek részt. Először is uh, röviden mondjátok el, mi ez, mi ez a CAP, ugye? CAP, ez a neve, CAP. Így van. Ez tulajdonképpen uh, azt jelenti, azt rövidíti, hogy Kolozsvári Egyetemi Program. Ez az MCC-nek az a programja, ami tulajdonképpen uh, majdnem a legfelső... Uh, a, az a program az utolsó képzés talán. Majd, nem majdnem az utolsó képzés, még van egy posztgraduális is tulajdonképpen, de igen. Tehát Kolozsvári Egyetemistáknak nyújt képzést. Uh, olyan ismereteket uh, szerezhetünk meg itt, amit egyébként máshol, még uh, máshol talán nem, az egyetemi képzést is kiegészítve ezzel, viszont sokkal szélesebb uh, perspektívát kinyitva nekünk ezzel. És milyen, milyen képzésekben vehettek részt? Lehet, hogy ugye azt is mondjátok el, hogy milyen egyetemről jöttetek ti, illetve hogy mit tudott pluszt adni? Ezt úgy kell elképzelni, hogy két részből áll az egész program. Van egy egyéves junior képzés és egy két éves senior képzés. A junior képzés ilyen általánosabb tudást ad, tehát vannak kötebb-kötelező kurzus, jog, közgazdaságtan, meg, meg vitázni is vitázunk. A senior képzés közben pedig a diákok maguknak választják meg a kurzusaikat, és, és az a jó benne, hogy tudunk a saját eltömű, tehát a területünkön kívüli dolgokról is tudomásokat szerezni. Például, ha én infos vagyok, akkor fel tudok venni jogi kurzusokat, vagy közgáz kurzusokat, ami egy ilyen szélesebb perspektívát ad. Uh -huh. Nos, azt tudom, hogy nem tudom, hogy van a kepnél, de azt tudom, hogy egészen kicsi korba, ugye tal vagy talán, vagy ötödikes kortól a bekerülésért hát harc folyik, hogy kikerülhet be az MCC-nek a képzéseibe. Uh, hogyan lehet bekerülni a képbe? Milyen feltételek vannak, illetve hogy uh, hogyan kerültetek ti kapcsolatba vele? Kolozsvári Egyetemi Programban tulajdonképpen hasonlóképpen lehet, mint a többi uh, MCC-s programban is. Itt az történik tulajdonképpen az egyetemi program esetén, hogy van egy interjú, amin részt kell venni, illetve különböző beadandókat kell még megcsinálni. Ez, mikor mi kerültünk be, akkor a junior képzésen állt egy, egy PowerPoint bemutatóból, kiválaszt, tehát meg voltak adva témák, kiválasztottál egyet, kidolgoztad, bemutattad, illetve természetesen önéletrajz, motivációs level is hasonlók. Tehát körülbelül olyan, mintha állás interjúra uh -huh. Mennél hasonlóképpen történik? Lássuk, hogy mit nyertetek most, miért részt, illetve hogy van még két kollégátok, aki nincs itt, mert annyi székünk nem is lenne, hogy elférjetek <laughs> mindannyian. Miért részt, kik voltatok ott, és, és, és igazából a prestízsítve a súlyát ennek, a, ennek az egész versenynek. Hogyha... akár mondhatja. Hétvégén, vagyis múlt hétvégén a Morgan Stanley által rendezett Quant Challenge nevű versenyen vettünk részt. Ez négy csapatból áll, tehát négy tagból állt a csapatunk, kettőnkön kívül még volt, a csapat része volt Ács és Gagyi Levente is. Két részből állt a verseny, volt egy selejtező és egy döntő. A, hát a verseny súlyát tekintve 121 csapat volt, jelen, jelentkező volt, amiből 80 jutottak be a döntőbe. Mi is be, sikerült bejutni a döntőbe, és, és a 8 döntőbe jutott csapatból sikerült az első helyet elhozni. Hát igen, ez, ez már valami. Tehát sikerült, uh, már hallgattam, amikor mondtad, hogy sikerült bejutni a döntőbe, és a döntőből pedig dobogós lenni, nem csak dobogós lenni, hanem annak a, a legfelső fokára állni. Miből állt egyébként ez a, ez a... illetve mi is volt a neve? Tehát a Morgan... Stanley még? Quant Challenge. Ez a Quant? És majd térjünk arra is ki, hogy mi ennek a, mi ennek a jelentése, illetve uh, hát nem is tudom, honnan, honnan voltak csapatok még. Kikkel mérkőztetek meg? Az egész Kárpát-medencéből voltak csapatok, főleg Magyarország területéről, de a, a határon túli területekről is. Kolozsvárról két csapat volt, ugye rajtunk kívül volt még egy csapat. Ez a, ez a szó, hogy kvant, ez, ez ilyen ugye arra ad következtetés, hogy kvantitatív, tehát nagy mennyiség alattal kell dolgozni. És, és, ahhoz, hogy ezen a versenyen valaki jól teljesítsen, ö, jól kell menjen az informatika, kell tudni a közgazdaságtani részét is, meg a matek statisztika is nagyon ö, szükséges. Hogyan készültök fel egy, egy, ilyen versenyre? Illetve, hogy ugye, hogyha most szóba hoztuk az MCC-t, mert hogy mert a KEP kapcsán jutottatok oda, ott készítettek feltiteket, vagy, vagy az egyetemről is kaptatok olyan tudást, ami meg elég lett volna, vagy megfelelő lett volna ehhez? Hogy... Ez tulajdonképpen úgy történt, hogy segített az egyetemen megtanult informatikai tudás is nyilván, viszont rengeteg olyan kurzusunk volt az MCC-ben, ami tulajdonképpen másodéves informatikusokként nagyon jól kiegészített közgazdasági tudással. Ezt úgy junior képzésen, mint most senior képzésen is. Úgyhogy a felkészülés az tulajdonképpen a versenyre magára az egyéni volt. Tehát a csapat szinten készültünk fel, nem föltétlen egy tanárral együtt készültünk, vagy tanárokkal együtt, viszont az is igaz, hogy az MCC-s kurzusok által egy, egy eléggé jó betekintés és elé eléggé széleskörű betekintést kaptunk a közgazdasági felére is ennek a versenynek, úgyhogy mindenképpen segített az, hogy több perspektívából is meg tudtuk közelíteni, és itt tulajdonképpen nem csak a felszín, de talán a felszín alá is kicsit be uh -huh. tudtunk jutni. Kikészített fel, vagy hogy, hogyan, néz, hogyan néznek ezek a kurzusok? Online kaptok meg egy-egy -e kurzust, vagy, vagy vannak mentorok is? Az egyetemi programon offline tanulás működik, bár mondjuk ebben a fél évben voltak online kurzusok is, ö, a budapesti mcz sekkel együtt, de de főleg az a jellemző, hogy, hogy, ö, hogy fizikailag meg vannak tartva a kurzusok. Több kurzus is van, aminek, amin, a fel, amin a tanult tudást fel tudtuk itt használni, Például tanultunk mesterséges intelligenciát családénessel, vagy ö, első éven tanultunk közgazdaságtan. Tehát végülis helyi tanárok akkor, helyi tanáro, vagy helyi és ö, vendégtanárokkal. Mindkettő jellemző, Mindkettő. tehát a nem csak hazai szakembereket hívnak el, hanem a, a nemzetközleg elismert... Ö... Ez nyilván egy plusz már. már Igen. Hol volt, a, hol volt ez a verseny, illetve hogy meséltek még róla, milyen, milyen, volt, milyen volt ott részt venni? Tehát tulajdonképpen két forgója volt, volt egy egy selejtező, az teljesen uh, remote-ban történt, tehát mi itthonról oldottuk meg a feladatot, itthonról töltöttük fel, és dolgoztuk ki. Illetve volt ugye a döntő, uh, a döntő az Budapesten uh, volt megszervezve, Morgan Stanley-nek az épületében, az irodájában, és uh, hát egy hihetetlen élmény volt, mert tulajdonképpen kaptunk egy saját irodát, mikor megérkeztünk, és uh, az épületben kaptunk egy irodát csak hárman, mert a döntőben sajnos csak hárman tudtunk részt venni a csapatból, négy tagú csapatunkból. A negyedik emberű egy MCC-s tanulmányúton volt éppen Koszovóban egyébként, és a, a, az iroda az tulajdonképpen nagyon motiváló volt, és nagyon segített minket abban, hogy ne, ne csak szellemileg tudjunk odafigyelni, hanem kicsit bele tudjuk jobban is adni magunkat, és ez, ez nyilván egy, egy, egy szellemi pluszt is tud adni, hogyha valami motivál közben. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy Dunára nyíló irodát kaptunk, ahol miközben dolgoztunk, közben tudtuk figyelni, hogy előttünk a hajók éppen elmennek a Dunán, megnézhettük onnan a naplementét is, és éjszaka is nagyon szép volt Budapest kivilágítva az irodából. Mm. Szóval dolgoztunk, és gyönyörködtünk. Ez, ez, ez a Stalinnél valami ilyen uh modern módja annak, hogy rávegyék az embereket, hogy bemaradjanak az irodába szerintem, mert mi is 11-ig bemaradtunk, úgyhogy... Na hát, hogy olyan szép az iroda ugye. Miért fontos, látjátok, hogy az ember jól érzi magát munka közben illetve ugye, amik, amit csinál, és ezt talán üzenhetjük az alkalmazóknak is most, yeah. hogy, hogy ha, ha szép az iroda, vagy ha kellemes a környezet, az ember másképp dolgozik. Azt szokták mondani, hogy konferenciákon részt venni, talán nem is az a az a legfontosabb a konferenciában, vagy magában a részvételben, hogy meghallgatsz egy csomó okosságot, és tényleg, tényleg okosodsz hanem ez a úgynevezett mingling, ami, ami utána van, vagy akár a reggelinél van, vagy, vagy a szünetekben van, hogy másokkal találkozhatsz, hálózatokat építhetsz ki magadnak. Hogyan látjátok ti ezt? Olyan diákokkal találkoztatok magyarokkal az egész kárpát medencéből akiknek ugyanaz az érdeklődési köre, mint nektek. Volt-e ilyen vonal ebben a, ebben a, versenyben, hogy, hogy mondjuk azt mondjátok, hogy érdemes volt azért is részt venni, mert hogy milyen vagány emberekkel találkoztunk, és hogy soká telefonszám cserék, hogy mit tudom én. Mindenképp igen. Alapból úgy is mentünk oda, hogy Na most itt vagyunk, itt van még egy csomó ember, aki, aki azzal foglalkozik, ami minket is érdekel, biztosan itt egy csomó jó kapcsolati tőke, és, és úgy voltunk, hogy akkor most szeretnénk barátkozni, megismerni az embereket, és így is mentünk oda, sikerült kialakítani jó kapcsolatokat, és igen, ez, ez mindenképp jelen volt. Nos, hát srácok, köszönöm, hogy befáradtatok, illetve hadd gratuláljak nektek, illetve a felkészítőiteknek is. Van-e tervben következő verseny, vagy valami, amire, amire, szeretnétek jelentkezni, vagy, vagy így nem is tudom, a, a sikernek az íze meghozta-e azt, hogy, hogy most kedvet kaptatok hozzá? Tulajdonképpen nem ez volt az első közös versenyünk, és uh, tulajdonképpen egy meghatározott konkrét verseny még nincs így a jövő. Az első győzelem volt? Ez volt az első közös győzelmünk, igen. Az, na más. Uh, viszont, viszont, ez is eléggé spontán jött, hogy jelentkezzünk rá. Valószínűleg a következő is eléggé spontán fog érkezni, de mindenképpen uh, teljes erőbedobással azt is megcsináljuk. Teljes erőbedobással is spontán így uh, érdemes, hogyha így szeretitek Péter Ákosnak és Magyar Iptisás Köszönöm szépen, hogy befáradtatok, köszönjük, és köszönjük, további sok sikert kívánok.